Sziasztok, Alex vagyok, és ma egy újabb Liga SBC-t fogunk megcsinálni, amit a legjobban várt igazából az SBC lekezett, amit végre ki tudtunk hozni. Igazából Csipi kolléga tegnap éjszaka megcsinálta, mert hogy a csapatokat, ma be fogjuk váltani őket. Már 10 meg volt régen, 10 a fele meg volt régebben, a másik 10 azon variálni kellett, mert az drágábbak voltak. Úgyhogy ja, Angels, vagy aki ahogy mondja, nincs jó, hogy Angels. Az a jó, hogy ebben már vagy egy csomó arany volt, vagy meg volt egy-kettő. 71-es rating bőven meg volt. Ez 700 volt. Ez is 700. 450. 450. Ő meg volt. 650 volt. Beadtunk egy CM-et, mert a RM drága volt. 1004-ért. Ő drága volt egy picit. Mondjuk high-high 4 csak 3 csak 2008-ért. Beadtunk ide egy estét 400-ért. Csak minél olcsóban kihozzuk, 850. És akkor is egy picit. De 3 ad egy premium gold pakkot plusz 1000 coint. Következő volt az ASNL. 69-es rating meg lett, 95-ös összhang is. 100 volt. 1004 volt, egy bal hátfélet beadtunk ide. 1001 volt a másik bal hátfél, nem volt CB, nem mintha ez olcsó lenne. Jobb hátfél az 2000-er, ez is 2000. Meg volt. Ez is meg volt. Ez 3000 volt. Beadtunk egy CF-et. 1006-ért. Ide egy Mauritiusos nemzetiségű játékos. Ez is picit drága volt. És 2008-at a Twing. Úgyhogy ez ad egy Premium Silver Players pakkot. Tudom, hogy csak Silver pakkok jönnek a nagy rész, de valamivel csomó birthday kártya, hogy alapkártyás Silver, ezért bedobhat egyes kártyát. Dijon volt a következő. Kapus 400 volt. Két bal hátvéd, akit beadtuk, egyiket beadtuk CV-re, meg volt mindkettő. 1003. Beadtuk egy kapust. Úgy is mellett a összhang. Beadtuk a jobb hátvédek. 1004. 750. Olcsó volt felettébb. Ez is olcsó. Ja igen, ez meg volt. Meg volt. 800, és akkor ez volt 1004. Ad 500 coint és egy Premium Silver Players pakkot. Ez is. Következő a Lorient volt. Ami kapus. Másik védő az 350 volt. 1005 volt a másik védő, beadtunk egy kapust 900-ért. 1004 volt a jobb hátvéd, ide beadtunk egy elemet. Volt még két arany, egy 700-as, egy 450-es, meg volt ő is, meg volt ő is. Igazából ez már picit olcsóbb volt, és 1008. Edison már ad egy Gold Players pakkot. Ebben van egy rare. Metz volt a következő. Kapus meg volt. Jobb hardware is meg volt. Ez egyébként ér valamit, ja, Antredeből akarom tudni megnézni. Milán is meg volt. 1001 volt a... Ez picit húzós volt. 250-ért raktunk a hardware helyére. Ide egy elemet a tele. 600, 750, 950, 1200 és 850, nem volt annyira drága. Gold pack és 500 coin. Nant volt a következő.
nagy részt csak arany volt. Idebe egy eremet, másik oldalra ervét, ez megvolt. Ez is megvolt. 200 volt, ez megvolt. 950. Ez egy ezres volt. 600. A bronz is meg volt, a bal hátfél 1005 volt, 700 és ide egy LB, egy 1000 coint és ingolt pakot, igen. Montpellier egy picit drága volt, talán az utolag drágább. Kapus 350. Bal hát ide beleraktunk egy aranyat, 6. Hilton megvolt. Kongré 500, itt jobb hátvéd 3000, 3 ez drága volt. Váltunk 951. Nem baj, hogy RM még megvolt a chemistry. Ezt átalakított. Budabóz. Gondolom ez is drága, csak nem tudjuk megnézni. 2009 volt ez a tunéziai. 5002 volt ez. Ja, ez drága volt. És 3000 volt a rémi. Úgyhogy ez a 5000-es pak. Következő volt a Bastia. Premium gold pakot lehet kapni. Kapus 400 volt, a másik is a CB az 400 volt, Braton, aki megvolt nekünk. Ide egy RB-t 1003-ért. 1007. 2008-59-es bronz. Megvolt. 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 Ebben egy csomó játékos meg volt szinte. 1006 a bal, bal szélső, és akkor nyomjuk el. Jön a Kán. Csak az 600. 1000-es. 750. Bal hátvéd megvolt. Közép, két középpályás megvolt. Ezres. Beadtunk egy CB-t RB-be. Mély kapu. Olcsó volt, mint az RV. Ő drága volt. Csatár 1003 és a bal szélső 3006. Drága volt. 750 és ismét egy 7,5K-s pak. És akkor volt az utolsó, a Toulouse. Na nézzük, kapus meg volt. A védőművel arany ezért olcsó volt. Másik hátvéd Vaskovács. Igen, 1004 volt. Beadtunk egy CB-t ide, az 2002. Még egy CB-t az helyre. 2005. Hát igazából a francia SBC-nek a apát vagy védjei. Beadtunk CB-ket. Erre a helyre beadtunk egy CM-et, 6. És akkor volt még ezen kívül 4 aranyunk. Egész jó árba mentek. És egy középpályás 600-ért. Játékos döntem, használjuk fel. 1000 coin és még egy 7500, és akkor végre kész van a lakazett. Ezer coin vissza is jött. 3 statja 88-as.
83-as passz, 84-es fizikája van. Végre megvan. Háj, háj. Megy be a klubba. De mellett vannak pakjaink is. Szám szerint 10, igen. Kezdjük. Szilverekkel. Ó, kaptunk egy Marseille-es 74-est. Reméljük megy valamennyibe. Mi egy órához érünk, már csak 600 lesz. 1006-ba megy. Ja. Nem rossz. És futása van. Proliges. Semmit se fog érni. 1000 alatt megy, gondolom. Ki van még itt egy mexikói. Semmit sér, japán. ötszáz alatt. Szaúd-Arábia és Rare Bronze. 650, brilliáns. És ha kaptunk egy oroszt, azt felrakjuk. Másik Premium Silver. Egy spanyolos bal szélső, kíváncsiak ére valamennyit. Nyolcszáz alatt megy. Nem hiszem, hogy fog valamit én 45-ös futással. Ja. Pánigás svéd. Semmit sér. Sálarra is proliges. Ezres körül megy. Itt egy toron. 950. Itt egy metszes. Ez már él valamennyit. Itt egy orosz. Egy csomó játékos már van ebbe a pakba, aki kell az SBC-be. Nem ér csak, hogy itt egy proliges ismét, egy marokkói. És akkor mehet minden a klubba. Ilyen az első és utolsó goldpak. Egy rare. Non-rare Martin Cindy 78-as. Ja, Konko. Szó. Jöhet a következő pak. 15,5-es. Noller. Austin. Rossz 7,5-es pak volt. Jött a következő. Rer. Nasri. 82-es, tehát 82-es. Nem annyira rossz. Három pak maradt ebből, Ismét non-rare. Capino. TOT. Bajod nyitjuk. Fitness. Healing. Ó, oh, hello, birthday-es. Ibarbo, ez az.
Ivárból végre. Nem hittem, hogy ilyen pakból valami, de jött. Jól van, na nézzük. Ére valamennyit. Max 50 000. Jó van. Nem baj, megtartjuk. 15-16 ezerért meg. Az Ibarbo a japán ligába. 94-es futása van. 15-16. Mert be a klubba. Visszajött valami, végül is. A Rare Silver menedzserek általában ritkák, de hát semmit sér. Illetve az utolsó 7,5K-s. Ki lesz az? Gips. Nem rossz. Van jó mez, vagy címer, nem kell nekünk. Nézzük, melyik legyenek. Ebben egy rare van, összes játékos, viszont ebben több rare van, de nem csak játékos. Nyissunk a Gold Players pakkot. Nem walkout. Lennon 78-as. Nem megyünk vele semmire. Nem volt valami jó pak, de nem baj, jött egy Ibarból. Nézzük az utolsó pakkot, 15 000-es. Nem walkout. Gonalons. Az öreg harcos. BPL-es játékosok, török. Csomó tudsz. Spanyolok meze, ezért van, mennyit ez a csíkos. Semmit. Kaptunk még muszát. Deprevül, vagy nem tudom ki mondani a nevét, Oroszkó. És Medrán. Na hát, megvan a Lacazette. Pakkóból jött is egy jó játékos, Ibarból, 94-es futással. Egy másik videó, építünk a Lacazette csapatot, így majdnem egy full francia csapatot, és ki fogjuk próbálni az első osztályba. Ha tetszett ez a ligás SBC, akkor dobjunk és iratkozz fel a csatornánkra, ha nem tetted még meg. Én Alex voltam, sziasztok!